és onnantól fogva folyamatosan erre figyeltem, hogy megtaláljam. And I decided that I will book a flight ticket and go to Uganda, the poorest country in the world. És kerestem, hogy hol lehetnék hasznos, és megtaláltam Ugandát, a világ egyik legszegényebb országán. Because I was reading that there's nearly 3 million orphans. Ebben az országban közel 3 millió árvát tartanak ilván. I think, wow, there's a lot for me to do here. És azt mondtam, igen, ez az a hely, ahol tehetek értük, sokat tehetek. I have never ever thought about before going to Uganda, not at all. Eszem ágában nem volt valaha is Ugandába menni, nem volt rá okom. And I do not really know why I went, but so, it was like for me, someone said, Kim, you need to go to Uganda. A lot of orphans is needed, need you there. És igazán mai napig sem tudom, hogy miért mentem oda, csak hallottam egy belső hangot, hogy Kim, menj Ugandába, sok az árva, szükség van rád. And I went. És elmentem. This is a photo from last weekend. Last weekend. Ezek a képek múlt héten készültek, magyarul egy hete. I have my own slum in Uganda. I've been there 13 times now. Megvan a magam lepukkant városrégiója, amit alkalmanként látogatok. And I go there to get gasoline on my engine. I go there to get gasoline on my engine. My engine, I need benzene. For me to go to Uganda is filling up my car with benzene, you know, get very, very motivated when I'm there. Oh, I see. And inspired. Amikor ezen a nyomortelepen vagyok, és amikor Ugandában vagyok, akkor igazán feltöltődnek a tankjaim. Because it reminds me about how privileged I am. Mert eszembe jut, hogy milyen hálás lehetek a sorsnak. It reminds me why I have to be a double diamond. És arra emlékeztet, és arra ösztönöz, hogy mi hamarabb dupla gyémánt lehessek. I'm not dreaming about buying Ferraris or Lamborghinis. I love them. It's nice cars. Imádom a Lambókat és a Ferrarikat, de nem ezek hoznak engem tűzbe. And you will find the diamonds that we are very different. És láthatod, hogy mi gyémántok különösek, vagy mi különbözőek vagyunk ebből a szempontból is. I'm dreaming about building a school in Katanga, you know, 10,000 people, 6,000 children and no school. Iskolákról álmodom olyan helyen, ahol árvák laknak. It's a poor slum in the world, it's the poorest people in the world. 6,000 gyerek és nincs iskola azon a településen. So, when I wake up this morning in Sofitel, amikor a Sofitelben ma reggel felébredtem, and look at the beautiful view of Budapest. Kinéztem az ablakon, és ott kitárokozott előttem a gyönyörű város. The bridge, the park. A vár, a park, a hidak. I took my iPhone and put it on the Bose surround music in my hotel room. Kivettem az iPhone-omat és rátettem a Bose erősítőre és hallgattam a zenét. I go to the nice breakfast on the 8th floor. A 8. emeleten fantasztikus reggeliben volt részem. And I reflect about that last weekend. I was in the poorest slum in the world. És eszembe jutott az előző hétvége, amikor I was sitting drinking tea with the poorest people in the world in their small houses. Eszembe jutott, amikor egy héttel ezelőtt még ezen a nyomortanyán teáztam a világ legszegényebb embereivel. I was thinking, two nights in this hotel can help me buy a school. És arra gondoltam, hogy két éjszak itt a Sofitelben lehet, hogy abból fel lehetne húzni ott egy iskolát. But I do not have bad confidence to stay in luxury because I deserve it. Természetesen azért nincsen lelki fúdalásom, mert ilyen szép helyen töltöm az időt, hiszen megérdemlem. Because I earned it. Megérdemlem, megdolgoztam érte, de azért mégis bennem van ez a csavar. But I'm reflecting that if I can make more money, I can help more people. De folyamatosan eszembe jut, még ha nem is érzem magam rosszul ezeken a luxus helyeken. Reflecting about forever living products, how they can taking me to the journey that I can go there and come here. Folyamatosan azon gondolkodom, hogy tudok többet dolgozni, hogy több pénzt tudjak generálni. I can go back and I go to Washington in luxury. Hogy több embernek tudjak segíteni. That you can go like this between the world and between poor and rich people, and I'm feel very very good about it. Hogy oda utazhatom, segíthetek és visszajöhetek dolgozni, és aztán megint mehetek segíteni. Ez inspirál, és jól érzem magam emiatt. I have now, together with my distributors, my team and colleagues, we have now taken 110 orphans from the streets and slum to boarding schools. In Denmark?
In Uganda. In Uganda. Yeah, with my team of distributors. Összefogtam a munkatársaimmal, és 110 gyereket tudunk idén beiskolázni ugandai iskolákban. It's helping one child. Összefogásnak az eredményeként. So we transformed the life of 110 kids to a new future. 110 gyermeken tudunk így segíteni. Now they have someone they can call mom and dad. Így aztán nagyon sokan. Someone who can pay the $50 a month for their school fees. Nagyon sokuk. Apja és anyja lesz, és ez nem kerül többen, mint havi $50 fejenként. This kid now has a new future, dreaming about being a doctor, a lawyer, whatever. És ezeknek a gyereknek hirtelen kinyílik a jövő, hirtelen kinyílik az élet, és azt álmodják, hogy orvosok, tanárok lesznek. My children has been there 3 times in the slums. A gyermekeimet is elvittem erre a területre. So they also know how privileged they are. Így aztán ők is sokkal jobban értékelik azt, amiük van. And they've been sharing their toys from their classmates to give away to the poor kids. Összegyűjtöttek a diáktársaikkal rengeteg ajándékot, és ők maguk osztották ezeknek a szegény srácoknak. Making protein milkshakes for our light to give to all the children so they get proteins. We're donating proteins milkshakes for our light we give to the children. The kids is helping to serve. Oh, I see. Yeah. Termékeket, játékokat és mindent osztunk ezeknek a gyermekeknek. This Tuesday, last Tuesday, múlt kedden, I opened up my own forever sports academy. Múlt kedden nyitottam meg in Kampala, a saját forever sport akadémiámat Kampalában. Because so many kids are dreaming about getting an identity, be a footballer, a volleyballer, hiszen olyan sok cricket player, whatever. Olyan sok gyermek. Yes. Sorry. Olyan sok gyermek keresi önmagát, olyan sok gyermek szeretne futballista, kosárlabdás, kézilabdás, bármilyen sportágban kiemelkedő lenni. But all these poor kids have no money and no one to pay the memberships of getting ez itt mind pénzkérdés, és egy kis pénzzel tudunk nekik segíteni, akkor már is megvalósul az álmuk. So I decided together with volunteers that I will invest money and we will make our own forever sports academy where they can go and be someone. Elhatároztam, hogy pénzt fogok gyűjteni, és önkénteseken keresztül megalapítjuk ezt a sportakadémiát. Where we can find the gift and develop their talents. És megtaláljuk mindenkiben a maga tehetségét, és segítünk azt tovább fejlődni. Make sure that they get milkshakes, proteins, vitamins. És megmutatjuk mindenkinek, hogy mindenkiből lehet valaki. Milkshakes who's donated by Forever Giving. A milkshakeket, a light porokat például a Forever-ön keresztül. I cannot tell you enough that you need to support Forever Giving. This is very, very important for every one of us. Nem tudom elmondani, és nem tudom elégszer elmondani, hogy a Forever Giving-et, a cég segítő vonalát támogatni kell. This is one of the orphanages that I'm helping, called Melissa. Ez egy kép az egyik árvaházból, amit segítek, és egy kislány onnan. This is a 13-year-old girl. 13 éves kislányról van szó. She do not have parents. Nincsenek szülei. She do not know where her sisters and brothers are. She doesn't know. Where her sisters and brothers their destinies. Nem, she don't know. Nem tudja, hogy hol vannak a testvérei, a nővérei, bátyai. But she play music. De gyönyörűen játszik hangszeren. Because the orphanage has a music band where they are earning money with the brass band to get food. Játszik az árvaház zenekarában, így téve szert egy kis zseppénzre. Dancing and singing and helping other people. És ebből a pénzből, amit így keresnek, segítenek magukon és másokon is. Even if she's empty pocket, she's very, very poor and she's hungry every day. Még így is nagyon-nagyon szegény, és minden nap éhezik, sosem lakik jól. If you read the sign of in her bed, this is in her bed, they have a bed like this, and in her bed, in the middle, there's a sign saying, don't lose hope, no condition is permanent. Itt ez a fénykép az emeletes ágyukon, vagy emeletes ágyuknál készült, ez itt az ő ágya, és ha megnézitek azt a szívben lévő feliratot, akkor azon beleír, hogy ne veszítsétek el a reményt, semmi nem tart örökké. It reminds me that in the deepest dark of the forest, az erdő legmélyebb zugában is. You will find the most beautiful rose. És lehet gyönyörű virágot találni. She's a rose. Ő egy ilyen. In the deepest dark. Gyönyörű virág.
egy ilyen and rózsa. She's beautiful and she's bright and she will for sure be someone big in her future. Nagyon okos, szép, tehetséges és biztos, hogy viszi valamire az életben. If she can believe in her future, if she can have a sign saying don't lose hope, no permission is conditions are permanent. What is your excuse then not to be successful in your life? Ha neki van reménye, és minden este úgy megy ágyba, hogy ezt olvassa el, hogy ne vezd el a reményt, hiszen semmi nem tart örökké, akkor téged mi tart vissza attól, hogy tégy valamit magadért? She don't have a depression. She don't have a depression. Nem depressziós. She's not crying. Nem sírdogál. She look forward. Tervei vannak, jövőben néz. We can learn a lot from these kids. They are inspiring me so much. Nagyon sokat tanulhatunk ezektől a gyerekektől is. Én naponta tanulok tőlük rengeteget. I love coming there. Szeretem őket. This is my project, my NGO in Africa. Ezek a különböző projektjeim Afrikában. We have lots of my distributors coming and visiting their children and get inspired. Látogatókat fogadnak ezekben az árvaházakban, beszélgethettek velük, és egymást inspirálják, megismerik egymást. So bringing, giving them family is nice. Különböző világok, különböző családok találkoznak, és barátságok köttetnek. Bridget, before she was no one, now she's someone. Korábban egy senkinek mondhatjuk azt a hölgyet, az a kislányt most pedig iskolába jár, és going valakinek érzi magát. Iskolába jár, tanul. My slum. Giving out milkshake. Look at this smile. Ez itt az a nyomornegyed, amit a magaménak nevezek, ahol a legtöbbet dolgozom. Forever giving, fighting malaria, saving 7,000 lives in one day. A Forever Giving segítségével felvettük a harcot a maláriával, 7,000 életet megvédve minden giving nap. Giving out 7,000 mosquito nets. 7,000 szúnyoghálót osztottunk ki, ami megvédi őket one a maláriától. One net save one life. Egy háló, egy élet. For $6. $6. Talking about saving lives, transforming lives. Hiszen arról beszélünk, hogy mentsünk meg életeket, változtassunk meg életeket. Giving milkshakes. Finally, I will put this photo, two photos left. This photo. A végére két fényképet hagytam. It's from Katanga slum. Ez a kampalai Getanga nyomornyedből van. One woman is living there with her two sons. Ebben az otthonban lakik egy hölgy a két gyermekével, két fiával. He walked 2 hours every day to training in football and walked 2 hours back again on his foot. Két órába telik minden nap, hogy elmenjen edzésre és hogy hazajöjjenek, az because is plusz két óra. He has promised himself he will be a professional footballer. De megígérte magának az egyik kis srác, so hogy profi lesz és segíteni fogja a családját. The mother is calling this the wall of proud, the wall of glory. Az édesanyja ezt a falat a rengeteg medállal, some of his achievements. A büszkeség falának hívja, a győzelem falának. Very poor, and now he's becoming a professional footballer in one of our Champions League clubs in Denmark. De legjobb úton van afelé, hogy profi lessen, és már Dániában futballozik egy klubnál. Taking him from the slum and bringing him here is some of the biggest thing I've done in my life. Onnan kiemelni őt abból a nyomornegyedből és értelmet adni az életének, ez az én életem értelme. I will do this 100 times more than buying a Rolls Royce. Ezt tenném 100-szor és 100-szor többször, mint hogy egy Rolls Royce-ot vegyek. And this was is what I want you to go when you leave this room. You go home and you help all the people in your area to get a stronger health and a stronger wealth. Help them get transformed too. És azt kérem, hogy amikor kimentek ma innen és hazamentek, keressetek magatok körül olyan eseményeket és lehetőségeket, ahol segítségre van szükség, ahol segíteni tudtok. If you can dream it, you can do it. Ha tudsz róla álmodni, ha meg tudod fogalmazni, meg is tudod valósítani. Let be my final word of this wonderful afternoon. És hadd zárjam akkor ezt a csodálatos délutánt egy gondolattal. And promise me to be a diamond. Azzal, hogy ígéritek meg nekem, hogy gyémántok lesztek. Do we agree? Benne vagytok? Thank you. Köszönöm szépen. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you, Peter. Good job, my friend.